Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és a mai videóban megint meginvitállak titeket a konyhámba, illetve a nappaliba, és remélem, hogy együtt ebből a káoszból, amit itt mögöttem láttok, megint egy prezentálható teret tudunk varázsolni, és azon kívül, hogy szörnyű állapotok uralkodnak, különböző okokból kifolyólag. A mai napot szeretném, mai délutánt igazából, szeretném arra is szánni, hogy itt a két kamra szekrényt, amink van, nem sokára megmutatom nektek, hogy mi a helyzet azokkal, egy kicsit rendbe kellene rakni és szelektálni kellene, ugyanis valahogy az elmúlt pár hétben, talán már hónapban is, hiába csinálunk nagy bevásárlást kajatéren, egyszerűen sosincsen az, ami kellene, és arra jutottam, hogy úgy lesz a legegyszerűbb, hogyha mindent kipakolunk, kitakarítjuk a szekrényeket, egy kicsit újra rendszerezzük, és hát ha úgy könnyebben el fogok tudni boldogulni azokkal a termékekkel, amiket ott találunk. Nem lesz egy hatalmas nagy rendszerezős videó, ugyanis nem vettem új tartókat, nem vettem új kosárkákat és rendszerező dolgokat. Azzal fogunk dolgozni, amink van, és elsősorban rendbe tesszük a nappalit. Ugyanis most, ahogy körbenézek, tényleg mintha bomba robbant volna. És van pár dolog egyébként, amit szeretnék nektek megmutatni. Új szerzemények, nagyon különböző kategóriákból, de szerintem tetszeni fog nektek. Pár tippet is szeretnék veletek megosztani, nem tudom, hogy új dolgok lesznek-e, de hát, ha tudok nektek segíteni egy kicsit takarítás, pakolás téren, és hogy egy kicsit könnyebb legyen az életetek ezen a téren is. Az első dolog, mondom még egyszer, amivel kezdeni szeretnék, az a pakolás. Ha pakolásról, takarításról van szó, akkor van egy olyan szabály, amit mindig minden körülmények között követek, az a fentről lefele való takarítás, pakolás. Egyértelműen, hogyha fent takarítasz valamit, az lefele esik, úgyhogy megkönnyítve az életedet, hogy ne kelljen kétszer csinálni mindent, legegyszerűbb, hogyha fentről kezdesz. Ez most se lesz másképp. Viszont a pakoláshoz egy nagyon nagy trükköm van. Mindig veszek magamhoz egy kosarat. A kupi méretétől függ a kosár mérete, jelenleg egy szennyes kosár van nálam, és azokat a termékeket, amik, úgy mondtam, mintha egy smink videóban lennénk, azokat a tárgyakat, amik nem tartoznak a nappaliba vagy a konyhába, azokat bele fogom tenni ebbe a kosárba, és kiszállítom innen, és hogyha készen vagyok az egész térrel, akkor elrakom őket a helyükre, és ezzel elkerülöm azt a jelenséget, amit régebben nagyon sokat csináltam, hogy egyik helyről csak a másik helyre pakolom azokat a dolgokat, amik nem ide tartoznak, és aztán soha nem lesznek elrakva, vagy egy olyan helyre rakom őket, ahova egyáltalán nem tartoznak. Úgyhogy kezdjük is ezzel a résszel igazából a videót, utána mondom a továbbiakat. És közben egyébként kiabált is a mosógép, hogy kész a következő adag ruha, úgyhogy... Nem tudom, van ötletetek, hogy mi volt, de elmondom, hogy a laptopom. És gőzöm nincs, hogy esett le, mert az előbb még nagyon fix helyen volt. Oké. Okay. Elérkeztünk ehhez a részhez, amitől a legjobban félek. Mondtam már, de még nem mutattam. Van kettő darab ilyen kamra szekrényünk. Egyik nagyobb, másik kisebb,
De ahogy látjátok, mind a két helyen káosz van. És amikor meg lett ezt csinálva, akkor egészen jól rendszerezve lett, fogjuk rá. De egy kicsit át kellene pakolnunk, meg közöm nincs, hogy mi van itthon. Most már odáig jutottunk, hogy nem látom át egyáltalán, és nagyon szeretnék, tudjátok, ilyen átlátszó üvegtartókat beszerezni, viszont ott még nem tartunk, de muszáj egy kicsit rendet rakni. Kezdjük azzal, hogy kimondani is rossz, de kipakolunk mindent, és átszelekteljük a dolgokat. Biztos van egy csomó olyan cucc itt, ami le van már járva, vagy elképzelni se tudom, úgyhogy leraklak titeket, és kezdjünk hozzá. Amit biztosan tudok egyébként, hogy amikor Brodát voltunk forgatni, akkor rengeteg csiki sört kaptunk, viszont ha jól tudom, akkor azok már lejártak, úgyhogy azokat mindenképpen kipakolom, mert feleslegesen foglalják a helyet. Különben is Bence most nem ihat sört, ugye? Azoknak menniük kell. Istenem, de sok minden! Minden, ami ki lehet pakolva, az ki van pakolva. Ennyi szafisz cuccal rendesen már lehetne hirdetés is, komolyan mondom. Most ott tartunk, hogy le fogok ülni a földre, és át fogok nézni mindent, hogy le vannak-e járva, vagy sem. És ami lejárt, azt ki fogom dobni. Utána kitakarítom gyorsan mind a két oldalát, és megpróbálunk valami rendszert vinni a dolgokba, és visszapakolunk. Ezek a baromi nagy kedvenceim lettek, CBD teák. Levágattam a hajamat. Sokan kértétek. Jó. Amit akartam mutatni. Vettem két szirupot, az egyik az egy pumpkin spice, ez cukros sajnos, viszont van egy cukormentes vaníliám, ami azért barom jó, mert mind a két go to Starbucks rendelésemet igazából meg tudom magamnak csinálni otthon, és akármennyire szeretem a Starbucksot, egy ilyen minőségű vanília sziruppal, vagy pumpkin spice-szal, és jó kávéval, vagy macsával full meg tudod csinálni magadnak ugyanazt, és nem is kifejezetten érzed az ízbeli különbséget. Sőt, őszintén megmondom, én egyáltalán nem éreztem. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, megvannak a kis szirupjaim, és már be is tettem őket a helyükre, ahova valók mostantól. Kaptunk nagymamától két üveg mézet, az egyik egy akác, a másik pedig egy selyemfű, és ezeket is berakom a helyükre. Done! Wow! Lehet, hogy nem úgy néz ki, de maga a rendszerezés, az kész van. Meg is mutatom, hogy mi lett a vége. Utána gyorsan eszek valamit, mert most már kezdek nagyon éhes lenni. És befejezzük a többi részét is a konyhának, nappalinak. Szóval, az első szekrény... Tadááááá!
Mondom, hogy mi hogy van akkor. Ez a két szekrény lett igazából minden szafis dolog. Az összes liszt, az összes köret, édesség, minden. Itt vannak a sós fűszerek, ott vannak az édes fűszerek, illetve minden zabkása, meg puding, meg minden ilyesmi. Itt vannak a teák és a két kis szirupom. Itt fent van még pár szafis fűszer, nagyon-nagyon jó magasságban van, ugyanis ezeket minden nap használom. Itt van még egy pászkám, itt közben mutatom felül van pár paradicsom sűrítmény, a két méz, kókusz, vagy mi ez, kakaópor. Ez egy darabos só, a Bence sztékjeihez szoktam azt használni. És itt pedig vannak a konzervek, vörösbab, nagyon sok csicseri borsó, hogyha humuszt csinálok. Itt van egy gluténmentes tészta, gluténmentes zab, és két kókusztejszín, meg egy rizs. A rizst amúgy jobban szeretem. Itt van egy kevés rizs. És azok a dolgok, amiket nem sűrűn használok, de ha használok, akkor kell. Sima liszt, kristálycukor itt is van, ez só, azt nyilván használok rendszeresen, és barna cukor. Úgyhogy így néz ki ez az oldal, újra rendszerezve, és itt van a másik oldal, ami nagyon üres lett. Ez a kicsit veszélyesebb rész, itt minden alkohol, ami a házban megtalálható, itt van. Ez a két bontatlan üveg tartja őket, hogy ne akarjanak összeborulni, és itt van a junk foodos polc, félig, ugyanis van két nápoi, egy pilóta kex, egy darab popcorn, egy kis szotyi, két leves tészta, és tonhalak igazából, meg egy szardinia, meg ott van egy kis olaj, de ennyi, és ez tök üres maradt, aminek nagyon örülök, ugyanis ide jöhetnek a zöldségek, és remélem, hogyha az egész konyha nappalit újra tudom rendszerezni, leginkább a konyha részt, akkor ide alulra nagyon szeretném átköltöztetni a papírokat, tudjátok, WC-papírkésztől, meg ilyen uncsi, de fontos dolgok, és azokat tök jó lenne oda berakni. Na mindegy, majd meglátjuk. Most jelenleg itt tartunk, Benceik meghozták a kaját, úgyhogy gyorsan együnk, és utána folytatjuk. Kaja után folytathatjuk tovább, jöhetnek a szekrények, pultok, és... Uh-huh! És végre jöhet a körülbelül két hete kedvenc részem az egész takarításban, amiről szeretnék nektek elmesélni egy nagyon rövid kis sztorit, tényleg nem lesz hosszú. Lényeg annyi, hogy... Őszintén megmondom, teljesen őszintén, hogy nem akartam megemlíteni se, hogy vettem porszívót, de annyira jó ez a nyomorult porszívó, mindjárt megmutatom nektek, mert két hete úgy kezelem, mintha gyerekem lenne. És amikor felhívtam édesanyját és elmondtam neki, hogy mit csináltam, ez egy nagyon drága porszívó azért, azt tudni kell. Ha valaki ellenzi az ilyen drága háztartási gépek vásárlását, akkor az az én drága anyukám. És most, amikor voltam otthon, hazavittem magammal, képzeljétek el, és most már ő is ilyet akar. Nem tudom, hogy hogy van megcsinálva, de annyira bomba, hogy szerintem hasonló nincs hozzá az egész piacon. Bevágok nektek képeket, hogy amikor először takarítottam vele, és a szőnyegeket mély takarító módon végignyomtam, mi jött ki mindegyikből. Ugyanez egyébként nálunk otthon is vásárhelyen, és esküszöm nektek, hogy én is és édesanyám is rendszeresen takarítunk, rendszeresen porszívózunk, csak hát ez nagyon erős. Na jó, megmutatom, hogy mi van. Anyag formájában megvolt az első bevetése. Ja.
Ez meg a gardrób. Ez a kinti, ez a gardrób. Itt van maga a fej, a motor. Amit én vettem modell, az a V11 Absolut Extra. Ilyen csodaszép kis kék nyele van, és ez rajta a általános és vagy szőnyeg fej. Azt hiszem, hogy összesen 6 kiegészítő van vele a csomagban. Van egy ilyen fej hozzá, ami direkt parkettára, csempére és ilyen kemény felületekre van, nem szőnyegre, ez a lényeg. Van hozzá egy kis matrac tisztítófej, van egy poroló kefe rajta hozzá, van egy kemény sörtés fej, van egy ilyen szűkített, tudjátok, ez ami minden porszívóhoz van fej, és van egy ilyen, ami látjátok ovális, és ezt így rá lehet húzni, ezzel sarkokat, meg ilyen helyeket nagyon jól lehet kiporszívózni. És van a kedvencem, ami egy ilyen kis csatlakozás, rá tudjátok tenni magára a csőre, és ha nem tudom, több helyre mentek a házba porszívózni, hozzá tudjátok rakni azt a két fejet, amit a legtöbbet használtok, vagy tudjátok, hogy szükségetek lesz rá, ez pont nem lenne most olyan jó bele, és tudjátok vinni magatokkal. Hát ennél cukibb a világon nincs. Úgyhogy őszinte megmondom, hogy 2 hete szerelemben élek, minden egyes nap porszívóztam, folyamatosan porszívózok, ha kell, ha nem. És nagyon örülök neki, annyira, úristen. Az van, hogy baromi drága, tényleg, de nagyon megéri. Úgyhogy egyáltalán nem szponzorált, de leteszem nektek a linket, mert a csávó nagyon jó fej volt az üzletben egyébként, és én meg szerelmes lettem ebbe a nyomorult porszívóba, úgyhogy leteszem nektek a linket, és nézzétek meg, hogy porszívózott, mert nagyon izgi. Queriéndonos como locos y con nos somos los dos, tú y yo. Queriéndonos, dámomelo en el trono. Ha, csoda szép. És ezt nézzétek, baromi undorító amúgy, de satisfying is. Ez jött ki belőle. Jó. Undi. Mennyi por, pedig már 5-ször kiporszívóztam. Tfúj. Látjátok-e? Annyira azért nem vész, de így. Gyors feltörlök, aztán kész. 20 minutes later. Kész! Rend és tisztaság. Azok még száradnak, azokat el kell tenni, de egyébként meg vagyunk. A söröket elraktad már? De. El. Csodaszép lett minden. Igen. Rend. Azt már láttátok, hogy néz ki. Úgyhogy most jöhet egy kis sorozat, aztán alvás, mert holnap rengeteg dolgunk van. Köszönöm szépen, hogy annyit segítettél. Vicceltem. Ennyiben mindig számíthatsz rám. De nektek nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és egy kicsit motiváltatok, hogy ez is kész legyen, hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok. Nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kaptatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. És még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!